Az 5. jubileumi Falvak éjszakája rendezvénysorozatra készül Kunszállás, Fülöp Jakab és Jakab Szállás. Az érdeklődőket helyi ízekkel, színes programokkal és kulturális fellépőkkel várják május 17-e és 19-e között. A Falvak éjszakája rendezvény a települések közös történelmi és kulturális hagyományainak és a települések mezőgazdasági termelőinek, vállalkozásainak, civil szervezeteinek bemutatkozására is kiváló alkalom. Mai vendégünk Szabó György Róbert, Jakabszállás polgármestere. Jó estét kívánok! Köszöntöm a nézőket, jó estét kívánok! Mikortól várják az érdeklődőket a Falvak éjszakáján? Az idén rendhagyó, mert minden település igyekszik minél szélesebbre, tehát mind három napra, péntekre, szombatra és vasárnapra is szervezni rendezvényeket. Így, ha mondhatom azt, hogy már péntektől, péntek estétől egészen vasárnap estig mindenki talál magának megfelelő szórakozási lehetőséget. Nagyon érdekesek a szlogenek, megtaláltuk a kifalvatlanság ellenszerét például, és Kun, Fülöp, Jakab, Szállás szimbiózisban a hagyományokkal, játék a szavakkal, ezt írott formában még inkább látni lehet. Hogyan kell értelmezni ezeket? Azt gondolom, hogy Kecskemét árnyékában minden település küzd egy kicsit a falvatlansággal, tehát hogy meg tudjuk-e őrizni a falvainknak az identitását, az összetartó erejét, és azt, hogy minden település alapvetően egy jó hely. Itt nem lehet összemérni a településeket egymással, hogy két körte, vagy két alma. Minden településnek megvan a maga értéke, értékrendszere, a maga szépsége, és ezekre kell építeni, és ez a három település úgy gondolta, hogy ha már a múltban a gyökereink egy volt, tehát egy település, Jakabszállás volt ugye a fő település, és ez osztódott három részre, Kunszállásra, Fülöp Jakabra és Jakabszállásra, jelenleg ugye közigazgatásilag, de ettől függetlenül a kulturális téren lehetünk egyek. Milyen helyszíneken várják majd a látogatókat? Kunszálláson a Petőfi faluház és a Radnai tér köré szerveződnek a programok, Fülöp Jakabon a szabadidőparkba, illetve vasárnap a futballpályára, Jakabszálláson pedig miután felújítjuk a művődési házunkat, így új helyszínen a Fészek óvoda udvarára települünk ki, egészen reggeltől kora délutánig, onnan pedig a parkerdőbe megyünk át, mert a színpadi programok már a parkerdőben lesznek. Csináljuk kedvet ezekhez a programokhoz, néhányat emeljen ki közülük. Fülöp Jakab a természeti értékekkel kezd pénteken, ők egy túrát fognak indítani. Kunszálláson egy festőművész fog bemutatni Boldizsár Zsolt néven a Devecseri katasztrófáról készült festményeit, illetve egy filmvetítés is lesz. Jakabszállásnak pedig van egy híres szülöttje, Mennyhárt Eszter, aki fuvola művész. Ő a református templomban fog barátaival együtt egy koncertet prezentálni helyieknek és a vendégeknek egyaránt. Bízom benne, hogy Eszter volt Jakabszállási osztálytársai mindannyian ott lesznek ezen a koncerten. Emellett, a koncertek mellett és a színpadi programok mellett a gasztronómia is az egyik fő attrakciója lesz ennek a pár napnak. Erről mit tudunk? Igen, az idén hirdetjük meg először azt, hogy a legszebb vagy a legfinomabb kalácsot várjuk. Ezt a kunszállási faluházban lehet majd leadni, és egy értékes nyeremény lesz ennek a végén. A ötödik éve pedig már működik a három település bor és pálinka mustrája. Ezt 9 órakor tartjuk szombaton az Aero Hotel éttermében, ahol a zsűri ugye csak egy számot lát minden egyes mintából, és eldönti, hogy ki érdemli meg az adott évben a legjobb bor és a legjobb pálinkát. Gasztronómiailag még annyi, hogy ha jól tudom, Kunszálláson is, Fülöp Jakabon is fognak a helyi nyugdíjasok, illetve a nagycsaládosok főzni, Jakabszálláson pedig a tavaly alakult gasztroklubosok fognak
egy legényfogólevest készíteni, valamint a helyi kemencében sült kenyérlángossal fogják a jelenlévőket megkínálni. Mik ezek a kulturális programok? Ebben is alakítottunk, hiszen mi kun települések vagyunk, és nemrégen mutatták be a Kunok hazája című filmet, és Karácsony Sándor úr, a rendező, vállalta, hogy ellátogat a településeinkre, így 14 órakor Jakabszálláson a Fészekovodában lesz a film vetítése, ahol élőben Karácsony Sándor úrtól lehet majd kérdezni a filmvetítés előtt és utána. Majd ő tovább megy Kunszállásra, és a faluházban 17 órakor lesz ugyanez a program. Ehhez mi még annyiban újítottunk, hogy az Iloncsuk szabad csapatot is meghívtunk, akik hagyományőrző ruhában, fegyverekben, szíjazásban fognak egész nap a jelenlévőknek bemutatót tartani, tehát oda lehet hozzájuk menni, meg lehet őket fogni, lehet tőlük kérdezni, illetve a Kunok hazája című filmvetítést követően pedig egy közel egy órás bemutatót fognak tartani. Ez melyik nap lesz? Ez szombaton. Ez szombaton lesz. Igen. Az előbb ugye beszéltünk a programokról, a péntekről beszéltem, a szombatról és a vasárnapról még nem. Azt szeretném mondani, hogy a falvakészakája.hu weboldalon, vagy a közösségi médiában minden programunk elérhető, és ha a szombatokról szabad még kiemelnem, akkor azt szeretném mondani, hogy Kunszálláson egy freestyle focista fog bemutatót tartani, a neve Hajagos Máté. Ezen kívül biozöldségkóstolókkal fogják fogadni a helyieket. 15 órától a Szekrény című paraszt komédiát fogják előadni, szintén a faluházban, és este Kocsis Tibor fellépését láthatják, akik jelen lesznek ott, és egész nap várják a jelenlévőket ügyességi versenyekkel, közös főzéssel. Fülöp Jakabon reggel 9 órától egy szent misével nyitnak, utána a település kitüntető címeit adják át, és áttevődik a program ezt követően a Fülöp Jakabi szabadidőparkba, ahol egy egésznapos ovis és iskolás gyermeknapot szerveznek. Ott a helyi Alfa színjátszókör előadja a Csalóka Péter című vígdarabot, valamint lesz motoros felvonulás, ha jól emlékszem, Bódi Csabi is jelen lesz, és Szőke Andrással közös főzés, valamint este szalonnasütés. Ha a Jakabszállásról is beszélhetek még, ott ugye a Fészekovodában lesznek a szombati főprogramok, itt a Kecskeméti Lóca Együttes Félegyházáról Gulyás László vándormuzsikus fog fellépni, aztán természetesen a Kunok hazája című filmvetítés, az Iloncsuk szabad csapat, és ami számunkra nagyon fontos, hiszen az identitásunkat így tudjuk megőrizni, a helyi termelők termékekkel fognak kóstoltatni. Ez 2013 óta, még a falvak éjszakája előtt is már hagyomány volt, hogy a helyi termelők a falunapon kijönnek mézzel, aszaltszilvával, sajttal, most az idén savanyított spárgával is megjelennek, és ezzel is szeretnénk azt prezentálni, hogy a helyi termék az igenis jó, ehető, élhető, helyben megvásárolható. Nem kell ezért a multiba menni. És Jakabszállás egyébként milyen hely, mint ott élő? Igen. Én azt gondolom, hogy napról napra jobb hely vagyunk. Azon dolgozunk már nagyon régóta, hogy a nagyváros árnyékában mi is meg tudjuk mutatni a saját értékeinket. Nagy örömünkre szolgál, hogy másfél év alatt eladtunk 70 telket magánszemélyeknek, 25 telket egy vállalkozásnak. Minden hónapban egyre több telken kezdődik el az építkezés, ezáltal a Jakabszállás lakossága nőni fog, és ehhez szeretnénk mi a programjainkkal hozzátenni, hiszen
meg kell ismertetni a helyieket a helyiekkel, meg kell szerettetni őket, és ha már szeretik és ismerik a településüket, akkor meg is fogják védeni, és szeretni propagálni fogják másoknak is, hogy napról napra jobb hely. Sok sikert kívánok ehhez, és jó szórakozást a falvak éjszakán. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen én is.